Igazi feminista volt Greisinger Ottóné Kerecsényi Ilona, az első szombathelyi nő, aki nem születése vagy házassága révén lett elismert. Róla szól a híres Szombathelyi Nők sorozat 7. kötete. Ezentúl emléktábla is őrzi a nevét. Én nagyon örülök ennek, hogy minden kötetnél szinte tudtunk emléktáblát is avatni a kötetben szereplő hölgyekről. Az óvodát azt most újítatta föl az önkormányzat, így egy nagyon szép épületben tudjuk ezt üdvözölni. A helyszínválasztás sem véletlen, hiszen a Mesevár óvoda épületét Kerecsényi Ilona családja építette. Ő maga is itt élt 1921-től. A Reál Gimnázium tanára, később igazgató helyettese volt. Kivette a részét a nőmozgalmakból, és a nők oktatásáért is sokat tett. Volt is egy egyletük, aminek a jelképe a nőiesség szimbóluma tulipán volt, úgyhogy én mindjárt meg is ragadtam ezt a dolgot. Ennek a tulipánnak, meg ennek a jelképnek a történetére lett felfűzve ez az emléktábla. Az emléktábla elkészítését a Szombathelyi Szépítő Egyesület kezdeményezte, nem véletlenül. A Szépítő Egyesület tagja volt, nagyon aktív szép virágosítást, parkosítási munkákban is részt vett. Egyébként egy olyan életpályát lehet megismerni, ha valaki elolvassa a könyvet, amelyik egy nagyon aktív, nagyon sokrétű munkát végző asszonyról szól. Sári Kati tudja, hogy kell járni. Az óvodások műsorral üdvözölték az avatási ünnepség résztvevőit, majd részletek hangzottak el a könyvből. 1888 és 1890...